Valamikor fél éve vagy egy éve készítettem egy videót, vagy nem tudom mikor, aminek az a címe, hogy csak az nézze meg, vagy csak akkor nézd meg, ha tényleg fel szeretnél ébredni. Naív voltam, és azt gondoltam, hogy tényleg csak azt fogja megnézni, ha egyszer ez a címe. De hát... ez a földbolygó. Na... szóval, hogyha itt segíteni szeretnél másoknak, akkor úgy számoljál, hogy mondjuk, hogyha 100 magot vetsz, úgymond, és abból egynek lesz értelme, akkor az egy, akkor volt értelme az egésznek. És persze úgy állj hozzá, hogy alapból döntsd el, hogy nem érdekel, hogy mit gondolnak rólad, vagy milyen visszajelzések lesznek, vagy mi a véleményük rólad, mert akkor neki se álljál, szóval. Hogyha az igazságot szeretnéd kimondani. A legjobb példát mutatni, mindig is az volt a legjobb tanítási módszer, vagy nem mindig is, de jó pár ezer éve ezen a bolygón az a legjobb, az működik leginkább, csak ugye abban, hát annak is vannak korlátai, mindegy. Szóval, most kérek mindenkit, hogy ne nézze tovább ezt a videót, ne nézze a videóimat, soha nem kértem, hogy nézzétek a videóimat. Soha. Szóval ne nézzétek, ne. Meditáljatok, sokat, mindig, minden szabad időtökben meditáljatok, és akkor ami abban jön, azt viszont hidd el, és azt vedd egy biztos alapnak, akkor annak fogod venni, csak amikor már kijössz meditatív állapotból, akkor ugye már az elme elkezd gyártani a hülyeségeket. Szóval te vagy a legjobb tanítód meditatív állapotban. És nem kell semmilyen videót se nézned. Hogyha mégis nézed a videóimat, mert azt tapasztalod, hogy valami segítséget adnak, vagy mások videóit is nézed, mert én is nagyon sok mindenkinek néztem a videóit, nagyon sok mindenkinek elmentem az előadásaira, tanfolyamaira, összejövetelekre, rengeteg vallási csoportba, stb. Rengeteg, hát könyvből nem olvastam el olyan rengeteget, sokat. Inkább azt, de viszont rengeteg emberrel megismerkedtem, elbeszélgettem, tehát nagyon sok volt ez az olyan, hogy valakit megszólítottam, kérdezgettem, meglepő módon nagyon megnyíltak, elmondtak olyan dolgokat is, amiket nem kérdeztem, tehát olyan titkaikat, hogy le voltam döbbenve tényleg. És aztán soha többet nem találkoztunk.
De engem tényleg érdekelt, hogy mi van bennük, mi van a lelkükben, és biztos ezt gondolom, hogy ezt érezték, egyrészt, másrészt, hogy megbízhatnak bennem. Na, zárójel bezárva. Szóval te is, ha úgy érzed, akkor én ezt tartom jónak, hogy sokféle információ forrásból informálódjál, de igazából az igazi, amit te tapasztalsz, és meditatív állapotban. Vagy nem meditatív állapotban, mert én nekem is voltak olyan tapasztalásaim, hogy nem meditatív állapotban voltam, vagy ki tudja, de szóval így, hogy mentem az utcán, és akkor történt valami olyan dolog, hogy szavakat nem találok rá, na mindegy. Szóval az az igazi, amit tapasztalsz. De ha most már ezt a videót nézed, és ugye, hogyha már itt vagyunk, akkor mondjak valamit, akkor azt mondom, hogy egyrészt, hogyha, amit talán abban a videómban is elmondtam, csak hát ugye legtöbben nem értették. Megpróbálom most máshogy fogalmazni. Szóval, mi a felébredés? Talán az már nyilvánvaló a számodra, hogy az, hogy felfogd, hogy ki vagy valójában. És nem csak felfogd, hanem megtapasztald. Megtapasztald. Lásd, érezd. Tapasztald. Ugye akkor vagy ébren. Tehát most, ha átvitt értelemben nézzük, hogyha amikor a tested fekszik az ágyban, és álmodsz dolgokat, és akkor most abban nem menjünk bele, hogy mi az álom valójában. Álmodsz dolgokat, és akkor egyszer csak felébredsz, ugye ott az ágyadban, és akkor látod, hogy amit álmodtál, az nem is az van. Most nem menjünk abba bele, hogy igazából, de igen, az van. Mindegy, most nézzük akkor materialista szemmel. Felébredsz az ágyadban, és látod, hogy amit eddig álmodtál, és valóságnak hittél, valóságnak tapasztaltál, az igazából nem a valóság, hanem egy teljesen más a valóság. Na hát ilyen a felébredés, csak ennél sokkal durvább, hogy így mondjam. Csak hát pozitív értelemben, vagy pozitív. Ez nem is elég szó rá, hogy pozitív. Onnan visszajönni, az a durva. Élmény. Hát szóval mennyországból a pokolba. Nem mindegy. Mármint a földbolygóra. Tehát ez a pokol. Na. A mennyország, ez pedig a valóság. Szóval, akkor rövidre fogva a dolgot. Most azon gondolkodom, tehát, hogy hogyan beszéljek olyanról, amit még nem tapasztaltál. Ha megtapasztaltál, akkor meg minek nézed ezt a videót? Akkor csináld azt, ugyanazt, amit, ahogy eljutottál oda, ahogy felébredtél, és újra csináld, addig, amíg ébren nem maradsz. Stb. Meg mit tudom én, tanítsod magadat, az a legjobb. Szóval, tehát felébredés, felébredsz arra, hogy kurvára nem egy ember vagy, abszolút nem, tehát ennél távolabb nem is lehetne az igazságtól az, hogy te egy földi emberi test lennél, földi ember lennél.
Tehát semmi, nincs egyetlen egy momentum sem, ami közös lenne a valódi énedben, meg az emberi énedben. Semmi, köze nincs egymáshoz a kettőnek. És talán így már akkor érthető, hogy miért mondtam azt, hogy akinek bármiféle emberi célja van, az nem akar felébredni. Vagy még így sem érthető? Hogyan mondjam, hogy érthető legyen? Ha neked emberi céljaid vannak, akkor emberi jövőt képzelsz el magadnak. Így talán már érthető. Igaz? Tehát, hogyha te az a célod, vágyod, álmod, hogy legyen párkapcsolatod, legyen új lakásod, vagy legyen egy lakásod, legyen házad, legyen autód, vagy másik autód, mit tudom én, legyenek kutyáid, legyen, vagy vegyél egy új ruhát, vagy egy új állás, vagy bármi. Ezek emberi célok, ember. Tehát arra alapoznak, hogy te egy ember lennél, de nem az vagy. Igaz? Na most, hogyha nem az vagy, akkor meg ezt az egészet dob ki a kukába. Vagy nem tudom. Ne dob ki, ne rám hallgassál, csak arról beszélek, hogy most te felébredni akarsz-e, vagy emberként élni. Mert a kettő a szögesen ellentéte egymásnak. Jó? Nem kell felébredned. Senki nem várja el tőled, és te se várd el magadtól. Ez egy ilyen, jó, már ez is egy ilyen spirituális divat lett, hogy ébredezzünk, meg izé. Azt se tudják, miről beszélnek. De azért 10 000-en benne vannak, nem tudom mennyien ilyen Facebook csoportban. Na, mindegy. Nekem se higgyél el semmit. Meditáljál, ne nekem higgyél. Meditáljál, és akkor amit abban kapsz, úgymond, a valódi élettől, azt hidd el. Érted? Na. Szóval, akkor most mindenki kapcsolja le ezt a videót, akinek bármiféle emberi célja van. Gyereket akarsz. Mit mondjak még? Bármilyen tárgyat akarsz. Gyorsabb számítógépet, vagy más rokonokat, vagy akármit. Vagy hogy meggyógyuljon az emberi tested. Vagy mit mondjam, meggyógyuljon az emberi lelked. Tehát én is minden csapdába beleestem, amit csak faszom. Nehogy ezt gondoljátok. 34 földi év alatt szerintem én így kb. Annyit éltem, mint más 1000 év alatt, mármint itt a Matrixban, de ez nem azt jelenti, hogy több lennék, hanem Isten őriz bárkit attól, hogy ezt csinálja. Valószínű, hát brutális volt. Valószínű azért vállaltam ezt, hogy mindegy, hagyjuk is. Mert ezt is valaki félre magyarázná, hogy megint beképzelt lennék, vagy mit tudom én. Pedig abszolút nem erről van szó. Szegény alaja is bármit mond, meg mások, akik tényleg tudatosak, és akkor hihetetlen, hogy milyen reakciókat kell nekik elviselni. Szóval, na mindegy. Pedig összetehetné ezen a bolygón mindenki a kezét, hogy itt vannak és segítenek. Na. Visszatérve, na, szóval bármi emberi célod van, kapcsold le ezt a videót, nem vagy semmivel se kevesebb senkinél, mindenki ugyanolyan tökéletes fénylény, csak az a változó, hogy a játékban mire vágyik, mit szeretne még emberi dolgokat tapasztalni, emberi életet élni, szeretkezni, mit tudom én, micsoda. Mondjuk pont a szeretkezés az egyik legcsodálatosabb dolog az emberi életben, és a legspirituálisabb. A szeretkezés, nem a dugás,
De ebből most nem megint nem menjünk bele, mert ég és föld a kettő között a különbség. És ugye pont a Vatikán az, amelyik bemocskolta ezt a dolgot, és nagyon alacsony rendű szinten űzte ezt az egész dolgot, tehát a pornóipart igazából ő teremtette meg a Vatikán. Egyrészt azzal, amit csinált, mert ő ezt űzte, másrészt azzal, hogy mindenkiben bűntudatot keltett, akiben szexuális vágy van, és minden normális emberben van szexuális vágy, szóval. És ezt ugye el lett nyomva évszázadokon, évezredeken keresztül, és akkor ugye hát kitör minden, amit elfolytunk, elnyomunk, az egy idő után kitör vulkánként, amikor már nem lehet többet elnyomni, és akkor átmegy a szélsőségbe, ugye megjelent a rengeteg perverzió, mindenféle változata, ugye? És az igazi, szép, spirituális, tökéletes, teljes szeretkezés, ami isteni, annál isteni meditáció nincs is, az meg hihetetlen ritka lett. Na mindegy, zárójel bezárva. Szóval akkor elvileg most már csak az nézi ezt a videót, akinek semmiféle emberi célja nincsen, és tényleg fel szeretne ébredni. Mondjuk akkor nem tudom, miért néz videót, és miért nem meditál. Na mindegy. Szóval. Akkor nézd meg a... Bármit mondok mostantól, az csak egy nézőpont, vagy egy valaki mondja, szóval így tekints rá. Nem úgy, hogy az igazság, csak ha már ezt a videót nézed, akkor mondok valamit. Nézd meg az Elysium című filmet. Az egész film 95% az, még az is lehet, hogy unalmas lesz a számodra, mert nem neked szól. Nem azoknak szól, akik fel szeretnének ébredni, hanem a többieknek. Tehát jó film, meg minden, de amiért ezt most mondom, az utolsó 5 perce. Az utolsó 5 percét 5-ször nézd meg. Jó, és akkor meg fogod érteni. Remélem. Reméljük azt, amiről valójában szól az utolsó 5 perce, mert abszolút nem arról szól, ami a felszínen van. 5-szöri megnézés után reméljük, hogy már kikapcsol az elméd, és akkor fogja látni a valóságot, fogod látni a valóságot, miről is szól. Na, ez az, hogy nem az, hogy szól, ne szavakban gondolkodjál, ne fogalmakban, nem kapcsolt ki, nem kell az elme, csak láss, szóval annyi az a durva, hogy ott van a valóság. Például ennek a filmnek is az utolsó 5 percében. És senki nem azt látja, ami rajta van a filmen, érted? Mert az elméjük transformálja, vagy hogy mondjam, átalakítja egy más értelművé. Érted? Tehát az a durva, hogy tehát amit lát a szem, az az igazi mondani valója a film utolsó 5 percének, de senki nem fogja föl, mert az elméje átalakítja azt, amit lát a szeme. Nem baj, ha nem érted, mindegy. Csodálatosan meg van csinálva, szóval minden elismerésem a készítőinek. A film addigi része azoknak szól, akik... hogy nem mondjak róluk.
semmit, mert ítélkeznék. Az utolsó 5 perce meg azoknak szól, akik meg fel szeretnének ébredni. De igazából ez is tök hiába való, mert az elme és az ego tiltakozni fog az ellen, amit látsz. Pedig ez az örök igazság itt van már. Ki tudja mióta. Buddha is elmondta, Jézus néven ismert illető is elmondta. Nem tudom, mennyien értették meg. Az ébredezésről szóló tanítása, vagy tanításainak ez a része, az, amit aztán gőzöm nincs, hogy hogyan értelmeznek a Vatikán pribékjei, vagy hogy mondjam, tisztelet a kivételnek, tehát a római katolikus papok. Mert hogy a többibe bele lehet magyarázni mindenfélét, de hogy ezekbe bár keveset hagytak benne, vagy keveset tettek be a Bibliába ezek közül, de azért benne van. Na mindegy, az a lényeg, hogy hát igazából ez, amit elmondtam, hogy most vagy emberi életet akarsz élni, vagy fel akarsz ébredni. Mert a kettő az szöges ellentéte egymásnak. Ugye emberi élet, hogyha te embertudatban, ha embertudatban szeretnénk lenni, abban az álomban szeretnénk, azt szeretnénk valóságnak tekinteni, amit úgymond álmodunk, amit játszunk, ami színdarabban játszunk, vagy színdarabot játszunk, akkor rendben van, csak hát nincs rendben, mert most már nem ennek lenne itt az ideje, De az egy teljesen más élet, mint az, amikor fel szeretnél ébredni, és ébren szeretnél élni, és úgy tekinteni a játékra, ami játékként, álomként. Mint amikor játszol egy számítógépes játékkal, és irányítod benne azt a figurát, amivel játszol. Mit tudom én, egy manót, egy varázslót, egy akármit. Ugye? Amivel játszol, egy katonát, egy Super Mario-t, egy mit tudom én mit, figurát. Na, ugyanilyen figura, például ez az emberi test is. Érted? És ezt irányítjuk, ezt mozgatjuk. Semmi több. Ez egy figura. Ez egy részenergia halmaz. Na. Nagyon remélem, hogy már lekapcsolta ezt a videót mindaz, akinek nem szól. És akkor azoknak, akik itt maradtak, mondom, hogy az, hogy most ez megint gondolkozok, hogy hogyan fogalmazzak, hogy ne legyen félreérthető. Tehát az, hogy valaki fel akar ébredni, úgymond ott akarja hagyni az emberi életét, az emberi ényét, az nem azt jelenti, hogy öngyilkos lesz, nem azt jelenti, hogy nem fogja etetni ezt a testet, nem azt jelenti, hogy nem fog munkába menni a játékban, stb. Hanem azt jelenti, hogy nem azzal fogja azonosítani magát, nem azzal az emberi testtel, amit mozgat. Hogy mint egy kívülről fogja nézni ezt az egész játékot. És végig tudatában lesz, végig látni fogja és érezni fogja, hogy ki ő valójában.
És hogyha ezt érzi, akkor igazából már semmi ilyen emberi vágya nincsen. De most megkérdezem tőled, hogy neked milyen boldogságot, mennyi boldogságot okoztak az emberi vágyaid? Boldog életet éltél eddig 30 évig, 80 évig, ki tudja mennyi évig? Eddig azt hitted, hogy ember vagy, boldog életet éltél? Van értelme így élni? Így élned? Van értelme az emberi életednek? Embertudatú életednek? Tudom, hogy te is feltetted már ezeket a kérdéseket valamennyire, biztos, hogy megfogalmazódott benned, a más nem tudat alatt. Jó, csak ez most mind azért van ez a videó is, hogy saját magadnak egy emlékeztető, és saját magadnak egy megerősítés. Hogy most, amerre elindultál, az egy jó irány. Egy vagyunk, szóval most saját magad üzen saját magadnak. Szóval az emberi élet, az földi emberi élet, az nem arról szól, hogy boldogság élvezet, jól érezd magadat, nem erről szól. Teljesen más dolgokról szól, meg teljesen más céllal jött létre ez a mostani földi emberi élet, életforma, vagy hogy is mondjam, földbolygó külső felszínén, ami most van. De sokkal-sokkal durvább lett, eldurvult az egész eszméletlenül. Nem ez volt a cél, mindegy. Az a lényeg, hogy bárki, aki egy picit is tudatos, az felfogja, hogy nem boldog ebben az életben, ebben a típusú életben. És akkor elkezdi keresni, hogy na, akkor hogyan lehetne boldog. És akkor jó esetben, hogyha bátor, akkor rátalál, és ha még bátrabb, akkor meg is marad az igazságnál és az igazság követésénél. Sajnos láttam olyat, meg én is sokszor beleestem abba a hibába, hogy visszatáncoltam, és hittem a földi emberi dolgokban. Majd azok boldoggá fognak tenni, de hát ez nem. Nem így van. Viszont a jó hír az, hogy van. Van, ami boldoggá tesz mindenkit, és az a durva, hogy az a valóság. És a valóság tudatában élés. Na, de hát ugye az átmenet, amikor az azért nem egy sétagalop, hogy ugye az ember tudatú életből teljesen átmenjünk abba, hogy már mondjam így, hogy Isten tudatban élünk. És a Matrix című film nagy része erről az átmenetről szól. Tehát míg a nézők, gondolom, hogy nagy része azt hitte, hogy a Neo az már felébredt az első, tehát a film első részének az első felében. Abszolút nem erről van szó. Három felébredés van a Matrix című filmben, és csak az utolsó az igazi felébredés. Az első felébredés, vagy nem tudom, minek nevezzem, ugye az első rész első elején, hogy ott fekszik a Neo, körülvéve mindenféle elektronikai cikkekkel, számítógép, tötrötrö. Ugye ez szimbolizálja a nyugati típusú
olyan embert, aki ezekbe a dolgokba belesüllyedt. Onnan felébred a Neo, elviszik bulizni, tettere-tere. Tehát ez az első úgymond felébredés. Kimozdul a lakásban, négy fal közül. Aztán utána ugye elmondják neki, hogy vagy hát kíváncsi arra, hogy mi a valóság. És akkor azt mondják neki, hogy hát nem igazán lehet ezt elmondani, inkább megmutatjuk. Na hát akkor jön a sokkoló dolog, ugye? Akkor megmutatják neki, hogy mindaz, amiben eddig hit, mindaz, amit eddig valóságnak hit, az nem valóság. Sokkolja is a dolog, el is mondják, hogy ilyen korban, ilyen ugye, inkarnációnak ebben az időszakában már nem szoktak ilyet csinálni, hogy valakit felébresztenek, mert nem képes feldolgozni az emberi elme, és az is a reakciója rá, hogy vissza akar menni a tudatlanságba. De aztán ugye elmondják neki, hogy nem mehetsz már vissza. Ez nem igaz. Visszamennek, sajnos láttam olyat, aki nagyon, nagyon mélyre visszament. Pedig, na mindegy. De elkezdi tanítani Morpheus, stb., meg a Trinity igazából, tehát ez a filmben nem nincs igazán, tehát ez úgy rejtve van, de igazából a Trinity nagyon nagy tanítója a Neónak. Sőt, ezzel most lehet, hogy egyesek meg fognak botránkozni, de akkor lelövöm a poént, a Trinity és a Neo az egy. Jó, nézd meg a frizurájukat, nézd meg az öltözéküket, nézd meg az arcukat. A saját maga, igazából. Sőt, akkor még tovább megyek, a Smith ügynök és a Neo, ők is egy. Sőt, akkor még tovább megyek, mindenki egy. Te is, meg én is egy vagyunk. Szóval. Harmadik felébredése meg az, hogy látja, hogy minden fény. Látja, hogy az Smith ügynök is, meg mindenki. Nincs ilyen, hogy jó és rossz. Nincs ilyen, hogy na ez az, ami kiakaszt sokakat. Főleg a vallásosokat, hogy tisztelet a kivételnek. Szóval a Vatikán meg a háttérhatalom tagjai is, tehát akik azt játsszák, ők is ők csak egy szerep, amit eljátszanak. Még akkor is, hogyha ők ezt nem tudják. Ők jól játsszák a szerepüket, te nem. Jó, szóval ennyi. Hát te azt vállaltad, hogy azt választottad, hogy te most fel fogsz ébredni mostanában. Hát meg én is. Én sem jól játszottam a szerepemet az elmúlt 3 évben. Csak félig meddig. Mikor, hogy? De talán így volt a jó, mert különben nem készült volna annyi videó. És hát sajnos, vagy szerencsére azt látom, hogy azért legtöbben pont azok katonai videóimat nézik, és pont azokból értenek meg valamit, amikben nem a lényeg van. Amikben a lényeg van, azt nagyon kevesen nézik. Szóval, akkor visszatérve a lényegre. Miért ragaszkodsz egy olyan földi emberi élethez, ami
nem tesz boldoggá. Ennyi. Tehát erre emlékeztesd mindig magadat. Az, hogy otthagyni a szenvedést, küszködést, problémákat, vágyakat, félelmeket, stb. Ez a legpozitívabb dolog. És ez csak addig gondolja az elme negatívnak, amíg nem ismeri azt, hogy mi van-e helyett, mi a valóság. És hogyha már megismerted, akkor meg arra koncentrálj. Ennyi. Tehát akkor nem kell foglalkoznod arról, hogy mire mondanál le. Érted? Hanem csak azzal, hogy mit nyerhetsz. Mit nyersz azzal, hogyha ébren élsz. Csak arra figyeljél. Csak arra figyeljünk. Jó, mert minden más az a földi emberi életbe visz vissza, amiben nem voltál boldog. Tehát ennyi. Most, tehát például ezt is felteheted magadnak, hogy boldog akarsz lenni, vagy párkapcsolatot, házat, autót, gyereket, törött akarsz. Mert tudom, most ez nagyon nem tetszik az anyukáknak. Foggal, körömmel ragaszkodnak, ők anyukák akarnak lenni, anyukák akarnak lenni. Csak azt felejtik el, hogy azok a lények, akiknek az anyukáját játsszák, azok nem gyerekek, nem az ő gyerekeik. Vállaltátok azt ideiglenesen, hogy gondjukat viselitek, de nem a tiétek. Ugyanolyan lény, mint te. Az a legnagyobb szolgálat, ami ezen a bolygón létezik, tehát, és a legnagyobb feladat. Szülőnek, jó szülőnek lenni. Hát ezért is nem sikerül szinte senkinek. Ezt tudom, ez megint nagyon nem tetszik sokaknak. Az igazság, az fájni szokott. Na, be is fejezem ezt a videót. Amit kellett, elmondtam. Lehet engem utálni, lehet rám haragudni, ne is nekem higgyél, hanem magadnak higgyél, meditáljál, tudom, hogy nem fogsz, legtöbben nem fognak, nem baj.